Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Gurmai Zita képviselőasszony. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt ház. 2005-ben nyugat-európai országok, Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Holland és Ausztria olyan többoldalú egyezményt kötöttek, melyben megállapodtak a nemzetközi váló bűncselekmények elleni küzdelemnek a megerősítésében. Az egyezmény később az Európai Tanács határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló határozatában öltött testet, ami már minden uniós tagállamra kötelezővé vált. A tárgyalt törvényjavaslatok ezt a határozatot léptetik életbe a 2012. évi 92. törvénnyel kihirdetett dél-kelet-európai rendőri együttműködési egyezmény országainak, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedón Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, Szerbia és Montenegró tekintetében is. A megállapodás célja, hogy a felek megerősítsék a határokon átnyúló rendőri együttműködésüket a bűncselekmények megelőzésében, felderítésében és nyomozásában. A DNS és daktiloszkópiai adatok, valamint a gépjármű nyilvántartások online lekérdezésének köszönhetően a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem tehát hatékonyabbá válhat. A jogszabályok egyébként eddig sem zárták ki az adatok igénylését és átadását megkeresés esetén. A megállapodásnak köszönhetően azonban az adatcsere felgyorsulhat, és jóval gyakrabban kerülhet sor az adatok bizonyítékként történő felhasználására. Ezért a Magyar Szocialista Párt ezt a törvényjavaslat elfogadását javasolja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.